A programot egy rövid elméleti bevezetéssel kezdjük, aminek a célja az, hogy magabiztosan meg tud határozni, melyek a teljes értékű növényi ételek, hiszen ezek lesznek a fő alapanyagaink. Ezután szó lesz arról, hogy milyen eszközök és alapanyagok lehetnek szükségesek a növényi alapú ételek elkészítéséhez, valamint arról, hogy ezeket hol lehet beszerezni. Külön fejezetekben foglalkozunk az egészséges növényi alapú reggelikkel, a gyorsan elkészíthető szendvicsekkel és kenyérféleségekkel és a salátákkal. Egy-egy nagyobb blokkot szántunk a hüvelyeseknek és a gabonaféléknek, mivel a zöldség alapú ételekben ezek nagyon fontos rost- és kalóriaforrások, ezek teszik igazán laktatóvá és táplálóvá a növényi ételeket, és tapasztalatunk szerint ezek elkészítése és étrendbe való beépítése szokta a legtöbb fejtörést okozni az embereknek, főleg eleinte. Utána kitérünk néhány rövidebb, de hasznos témára, mint például a tejtermékek helyettesítése, a cukrok és édesítők kérdésköre, a zsiradékok használata és a táplálék kiegészítők témaköre. Végül külön fejezetben foglalkozunk az ízalkotással és a fűszerezéssel, vagyis azzal, hogy mitől lesz igazán élvezetes egy egészséges étel. Minden fejezetben találsz majd letölthető összefoglaló anyagokat PDF formátumban. Ezeket úgy alakítottuk ki, hogy lementve könnyen keresgélhess közöttük, vagy kinyomtatva egy mappába egymás után lefűzhesd őket. Ezekben az összefoglaló anyagokban a gyakorlati információkat, táblázatokat és listákat gyűjtöttük össze, amikre a hétköznapokban gyakran szükséged lehet majd. Persze megtalálod bennük az összes olyan receptet, amit a videóban látsz, és még további recepteket is. A programban tetszőleges sorrendben tudsz majd haladni, de ha az időd megengedi, érdemes a megadott sorrendben haladni a témák között. Az is nagyon hasznos lehet, ha nem sietsz végig a tartalmon, hanem időnként megállsz, és inkább kipróbálod azokat a gyakorlati fogásokat vagy ételeket, amelyekről már tanultál. Így nem kell a program végéig várnod az eredményekért, mert már az első néhány nap után is képes leszel egészséges, gyors növényi alapú ételeket készíteni mondjuk reggelire. Ha adsz magadnak időt közben a kísérletezésre és a fokozatosságra, akkor a program végére stabilan meglesznek az eszközeid és a készségeid ahhoz, hogy magabiztosan dobj össze növényi alapú ételeket, akár egy rohanós szerda esti vacsorára, vagy akár egy ráérősebb vasárnapi ebédre.